Free fall! Neki csicserek a sasmadár, neki örül, aki arra vár, hogy jöjjön már, Lali király. Szeretettel köszöntjük Önöket, kedves nézőink, ez itt a Lali Király csütörtöke show, azaz Lali és bandája, és a bandatagok. Baráz Miklós könyvkiadó, Bene János generatív tanácsadó, György Gábor a Danubius Rádiós és Sláger Rádió volt vezérigazgatója. Litva Imre sajnos nincs itt, mert most jelenleg ugye hát Tájföldön sütteti a hasát, de majd reméljük, hogy a következő adásban itt lesz. Aki ezt a mai műsort összerendezte, és az vendégünket bemutatja, az nem más, mint maga Boros Lajos! Jaj, hol vagyok? Itt vagyok, szevasztok, kedves hallgatóink, nézőink! Szagot kapok, még nem tudják, nagyon jól állunk. Én, akit bejelentek, az nekem rengeteg élményt szerzett, hozott, és átitelesen is ismertem, és tiszteltem, és szerettem, hát hogyha ezzel lehet valamit elérni. Tehát beszélgessünk velük, és teljesítjük azt, amit vállaltunk, hogy ha tiszteljük, szeretjük, akkor azt mondjuk is el. Bereményi Géza! Említetted, hogy hosszú út áll mögötted. Erdélyben voltam, két erdélyi városban, és minden nap délelőtt iskolákban kellett fellépnem, igaz, hogy nem egyedül, hanem egy zenésszel, és esténként, kora esténként pedig nagyobb helyeken, szóval tágasabb, mint tudom, kultúrházban, vagy moziban, vagy ilyesmi helyen, és mind a három helyen, mind a három este így. És ismernek, szeretnek ott? Pont ezt akartam én is kérdezni. Nem tudom pontosan miért, de az biztos, hogy 400 könyvet dedikáltam körülbelül, mert annyit vittünk ki, és de már az ottani könyvesboltban is lehet kapni azt a két könyvemet, amit te Lajos, vagy melyikőtök mutatta. Mondtad, hogy voltál két városban is, melyik város volt az, amelyik szerepeltetek? Sepsiszentgyörgyben biztos vagyok, és Gyergyószent Miklós, ha jól tudom. Ha jól hát akkor nem a Csíkszeredában nem? Csíkszeredában nem? De Csíkszeredában is. Nem kellett hosszú utat megtenni hazáig, hiszen nem jöttél el Budapestig, ha jól tudom. Nem, ahhoz, hogy otthon legyél. Megálltam Debrecenben, mert még a mostani iskolai tanév végéig ide fog járni a fiam, aki most kisebbik fiam, aki most érettségizik ki, és utána mehetünk vissza Budapestre. Tehát itt egy lakótelepen, és itt dolgozom, de most már nekem szabad a pálya, mert semmi más dolgom nincs, mint beszélgetni veletek ma este, és azon kívül semmit nem fogok csinálni, csak a könyvemmel foglalkozni. Író. Géza, ha már az érettségiről van szó, én kicsit megdöbbentem, amikor olvastam, hogy elkezdted a gimnáziumot Pesten, aztán átmentél egy másik gimnáziumba, az ELTÉ-t kezdted el, aztán a Vörösmartiba, utána pedig, hát szóval valami történt ott, és pápán fejezted be. Mi történt? Lebontották a Vörösmartiba? Mm-hmm. Hát tulajdonképpen ezekből az iskolákból engem kiutáltak, vagy kirúgtak, mert ahogy mondta az egyik tanárnő, egy Irénke nevű, hogy valami tenyérbe mászó van a szememben. Helyes. Szemen akart vágni például, és a többi tanár is, és elhatároztam, hogy nem nézek fel, és vigyázok a szememre, és nem bír, szóval tulajdonképpen a szemem miatt én szerintem, lehet, hogy a tanárok mást mondanának, de el kellett mennem végül is Budapestről is. Szemtelen voltál? Nem. Most tartozom egy vallomással, Géza.
Ja. Amióta itt együtt vagyunk ebben a Lali király dologban, én nézem a szemedet, és szeretném felfedezni azt, amit Irénke állított, az ördögit, a kihívót, a provokatívat, és meg kell neked mondanom, valószínűleg nekem kell akkor szemorvoshoz mennem, mert én nem tudtam ilyesmit megállapítani. Kiverték belőlem, hát az már felnőttem. De akkor én az ellenállásban volt nekem gimnazista, de aztán végén pápára kerültem az ottani gimnáziumba, és ott derült ki, hogy a budapesti tanárokban volt a hiba, azokban az iskolákban, ahova jártam. Na. Géza, én valamire rájöttem. Hiba? Ugyanis van egy szöveged, ami úgy szól, hogy csak tegye a kezét a vállamra még egyszer, tanár úr. Igen. Ugye? Igen. És abban van az, hogy a vállamat rázva féljen tőlem újra, s én visszanéznék megint a tanár úrra. Csak tegye a kezét a vállamra még egyszer, tanár úr. Szemüvegén a fény, szemembe, hogy szúr. És mondja az életemről, hogy ez nem élet. Hogy visszaordítsam. Akkor se félek. Igen. Ez erről szól? Igen, de ez a matek tanár. De az egy szeretett tanáromról szól. Szóval ez egy szeretetről, az a rokonszerves tanáromról. Sőt, aki tulajdonképpen nem merem azt mondani, hogy egyik pápai tanáról ott mindenkit szerettem. Na, nem tudom. Lehet, hogy magam sem tudom, hogy hogy van ez. Nem, szerintem akkor meg voltak bolondulva az oktatási intézmények Budapesten. Hihetetlenül sokoldalú alkotó ember vagy. Én bennem felmerült, amikor azt a jelenetet olvastam, amikor a édesanyád és az apukának nevezett nevelőapád Dr. Rózner István. Rózner István válaszult elé, állítottak, hogy menjetek-e diszidálni Franciaországba vagy Németországba, vagy. És rád bízták a döntést, és azt mondtad, hogy nem. Hogy mi lett volna, hogyha nem rád bízzák? Ráztam a fejem. És, de mi lett volna, hogyha közlik veled, hogy másnap reggel jön a vöröskeresztes autó, beszállunk, és kivegyünk, diszidálunk. Akkor mi lett volna belőled? Ezt azért nem elemeztem, jogos a kérdés, de ezt azért nem elemeztem, mert akkor az édesanyámnak és a apukának, a nevelőapámnak a viszonyát kellett volna boncolgatnom. Mert ezzel én nem foglalkoztam. Én 10 éves voltam 56. Jó. Ezzel nem foglalkoztam. Annyit tudtam, hogy ha kimegyünk nyugatra, akkor 6 szem közt maradok velük. Beszorulok kettőjük közé. Bős gyerek! És nem hazafias döntés volt, vagy milyen, és én annyira utáltam őket. Jobban ezt mondva, is leírtad? Az apámat. Nem, jártam én francia, sőt, először nyugaton Franciaországba mentem ki. Nyugatra. Nyugat-európai országba. És Franciaországban úgy néztem körül, hogy mi lett volna, hogyha itt élnék. Ez az én kérdésem. Ha már nem döntés volt, nagyon érdekes volt, hagytam magam sodortatni az árral, a magam árjával. Tehát úgy voltam, hogy sőt, én a Cseh Tamással mentem ki akkor, akinek 2 hónapja írtam dalszövegeket. Együtt laktunk. És a Cseh Tamás mondta, hogy ő kimegy, beadja az útlevelét, mert talán most megkapja. És kimentünk együtt, és ott kaptunk egy lakást is egy lánytól, egy francia lánytól, aki akkor Kanadába utazott, vagy hova, és ott a lakásban voltunk, ő elment északra, én délre. Jó, hát akkor én ezt elmondom. És északra, én délre, Dél-Franciaországban, kinti disszidens magyarokkal, ott friss. Ők a hónunk alá nyúltak, már akkor ismert föld alatti dalszerző páros voltunk, a számukra is. Elég, igen. És hát nem voltunk régóta azok. Még nem jelent meg lemez, semmi nem jelent meg. És csak a belvárosban, meg ilyen jampi helyeken ismertek minket. És mikor Párizsban jöttünk, akkor visszajöttünk, akkor a Tamás azt mondta nekem, a lakásban másnap indult vissza a repülőgép, meg volt a jegyünk. És a Tamás azt mondta nekem, hogy ő kint marad, itt marad, ott marad. És mondtam, hogy jó, Tamás, én megyek, akkor egyedül fog menni.
És akkor így rám nézett, ilyen döbbenten, és azt mondta, nem is kérdezed meg, hogy miért maradok itt. Mondom, nem, Tamás, nem érdekel. Én így döntök, hogy visszamegyek, te itt maradsz. Azt mondja, de, ha te visszamész, de ha megengedett, hogy én énekeljek a 25. színházban, mert előtte Magyarországon letiltottam, hogy nem állunk nyilvánosság elé. És így, hanem maradunk undergroundok, föld alattiak. Azt jeled meg még ilyen. És azt, hogy tehát, hogyha fölléphetek a 25. mert... És énekelni akartál. Akkor elmondom, terjedem. Mondd el. Még Budapesten, voltunk. Abban a lakásban, ahol 2 évig együtt éltünk, és egyfolytában szinte dalszövegeket írtam neki, pedig ontotta a dallamokat, amire írjam. És ahányszor mutatott egyet, én írtam rá. Annyira örültem, hogy kiszabadultam az irodalomból. Tehát csöngettek egyszer a közös szállásunkon, igen. És a Tamás azt mondta, hogy Géza, nyisd te ajtót, arra kérlek. És éreztem már, hogy valami van. Készül. Igen, és kinyitottam az ajtót, és ott állt egy férfi, és azt mondta, egy ilyen vékony férfi, és azt mondta, hogy Gyurko László a 25. színház igazgatója, aminek körülbelül 1 vagy 2 éve volt akkor már igazgató. Igen. És mondtam, hogy örvendek, azt mondja, hogy arra kérne engem, hogy engedélyezem, hogy a Tamás énekeljen a 25. színházba. Erre ránéztem a Tamásra, aki ott ült az asztalon, és így lehajtott a fejét. Ő nem is ismer. Mondom, Tamás, hát nem megbeszéltük, mondtam, hogy nem megbeszéltük, hogy nem leszünk nyilvánosság előtt, hanem föld alatt leszünk. Tehát ő bedobott a busz alá egyik például. Ugye az a feltételem, hogy akkor írok neked dalszöveget, mert, és ilyen fordítom vissza a Gyurkot, mert akkor bekerül a hivatalosság, igen. Tamás, és a hivatalosság az hülyét csinál belőle is, és belőlem is, és akkor már nem tudunk olyan jó dalokat csinálni. És erre a Gyurko azt mondta, hogy hát akkor ez biztos, mert én kérdeztem a Tamástól, magyarázta a Gyurko László, én kérdeztem, és azt mondta, hogy a te engedélyed szükséges ahhoz, hogy ezért, mert végül is te írod a szövegeket. Mondtam, így van, ezt beszéltük meg a Tamásról, hogy én írom, és én addig írok neki dalszöveget, ameddig... Jól esik. Nem, igen, nem, ameddig a hivatalosságban nem lép be. És akkor azt mondta Gyurko, hát akkor Tamás, nagyon sajnálom, és elmegy. Ezek után mentünk ki Franciaországba, mentünk északra délre, Párizsban megint találkoztunk, és akkor mondta Tamás, hogy ő nem megy vissza Magyarországra. Mondom, Tamás, én visszamegyek, szevasz. Hát. És azt mondja, nem is kérdett, hogy miért akarok maradni. Mondom, nem érdekel. Tamás, megbeszéltük, hogy nem kérdezgeti, ha az egyikünk azt mondja, hogy abba akarja hagyni, akkor nem kérdezgeti a másik. Azt mondja, de ha innen felléphetek a 25. színházban, akkor visszamegyek. Leültem ott elé, és azt mondtam, hogy Tamás, neked gyengék az idegeid. Hát most akkor jönnek majd hanglemezgyártó vállalattól, amelyiknek az igazgatója az AVH, az AVO-nak az egyik alapítója volt. Hogyan végződött ez a beszélgetésetek a párizsi hazatérésnek? Fölhívtuk a Gyurkót, és bementünk hozzá, és mondtam, hogy akkor mégis úgy gondoljuk. Azt mondta, hogy tietek a színház. Aha. És akkor én összeállítottam a dalainkból egy izét, és meghívtam. És de mindjárt telt ház volt, mert olyan kicsi volt a színház. Igen. Akkor, itt kell legendát gyártani. Akkor a Tamás háttal az alacsony színpadnak döntve a hátát énekelt, mert félt. Úgy érszem be a közönsége. A másodikra már fölment székre, és a harmadikra már olyan volt, mint mindig. Szóval teljesen villámgyorsan. És akkor én meg elkezdtem írni a dalszövegeket, hogy csináljunk egy másik műsort is, meg felújítottuk állandóan. Na, bölcs meglátás. És a Tamás pedig énekelte. Mindent elfogadott, és mindent el tudott úgy énekelni, hogy elfogadhat. És akkor ezzel te úgy érezted, hogy az első nyilvánosságba átléptetek, és láttad ennek valami káros hatását a saját alkotómunkádra? Én már átléptem a nyilvánosságban, mert megjelent egy novellás kötetem előtte, a Svéd király.
23 éves koromban írtam, és 24 éves koromban a nyomdai átfutás miatt egy fél év múlva jelent meg. Sajnos, igen. Sokáig azt gondoltam, hogy milyen szerencsés a Tamás, hogy te írod a szövegeit, és hogy még milyen szerencsés, hogy meg is rendezed. És aztán egyik könyvetekben olvastam azt, hogy milyen rendezői utasítást adtál neki. Ja, egészítsd ki, vagy cáfold. Én úgy emlékszem, hogy egyetlen egy rendezői utasítást adtál a Tamásnak. Tamás, legyél zavart. Zseniális meglátás. Nem. Az volt a szabály, hát legalábbis ezért, hogy lehet, hogy azt is mondtam, azt nem tudom, de nem. De az volt a szabály, hogy amikor ott voltam az énekléskor, és előtte, mert a színpadra ment, az mindig a közös szertartásunk volt, hogy azt mondtam, hogy Tamás, nem te vagy fontos, hanem a dalok. Szép, kell. Így, ez volt az összes rendezői utasítás. De hát mekkora. De amikor voltak, amikor valamikor hülyék jöttek meg, nem tudom én, és mondtam, Tamás, ne nyilatkozz ennek, meg ilyesmi. Géza, aztán egy darabig megszakadt a kapcsolatotok. Nem írtál neki. Nem, jó, akkor megint egy szabály volt ez, hogy miután az első dalt megírtam neki, azzal kellett volna kezdenem. Hát, hogy az Ócska cipőt. Igen, az Ócska cipőt. Akkor elénekelte, és ő is tudta, meg én is tudtam, hogy minden rendben van. És még aznap este írtuk egy másikat is. És akkor és a tündike dobát, szóval állandóan elburjánoznék, meg pacát csinálnék a pontból. Hát ezek a faáram körök ilyenek. Igen. Amit a Miki bácsi kérdezett, ugye, azt mond. Egy pillanat, hogy ja, és akkor mondtam azt, hogy Tamás, írjunk dalokat, én ezt nagyon bírom, nagyon tetszik, kész, szövetségkötés volt, szerződtünk. És a szerződésbe beletartozott, hogy azt mondtam, hogy de ha bármelyikünknek elmegy a kedve tőle, és akkor azt mondja, hogy én nem csinálom tovább, és a másiknak tilos megkérdezni, hogy miért. Na, így. És egyszer megkérdezte tőled a Tamás, miután már nem dolgozhatok együtt, hogy fogunk-e még Géza írni szövegeket, és akkor azt mondtad neki, hogy majd akkor, hogyha újra angyalok leszünk. Igen. Mit jelent ez az angyalság? Mitől lettetek újra angyalok? Tegyük fel, akkor voltunk angyalok, amikor kezdtük. És közben angyalok voltunk, meg tudtuk őrizni magunkat, mert senki nem szólt bele. Senki nem szólt bele. Mert nem értette. Nem, igen. És nem adtak tanácsot, meg minden, meg így jöttek, meg ilyesmi, szóval a miénk volt. Na. És akkor nem bírtam azt a, hát nem bírtam a hanglemezgyártó vállalatot, a Borsjelnőt, meg ezeket nem bírtam. És állandóan úgy éreztem, hogy én megalkuló vagyok azzal, hogy így. És mindegy, a Borsjelnő nője rám szállt. Egy fiatal lány. Szóval több is volt ott, de ezt nem vesszük fel. Igen, jó. Jó, nem, csak. Mindent fölveszünk, szóval mindegy. Jó. De meg miért buktatsz le? De most nem akarom állandóan ezt a nevet használni, érted? Szóval persze, hát ez súlya. Jó példa a dologba, a könyvembe beleírom majd. Mitől lettetek újra angyalok? Attól lettünk újra angyalok, hogy 89-ben egymás közelébe volt házunk, ő az egyik helyen, Balatoni településen, a másikon át lehetett gyalog menni. És kővágós. Igen, és néha átjártam ezt személy szerint, nem voltunk rosszban, és én úgy mentem ki, úgy vártam ki, hogy van még elég dalunk, Tamás, nem énekelted el az összeset, hát volt körülbelül 120 dal. Hát abból csinálhatott volna műsorokat. 10 nagy lemez legalább. És akkor, igen, de ő újakat akart énekelni, vagy mit tudom én, mi volt, és akkor ide csatlakozott. Jogos, az I can get no szerint. Igen, meg így. És egyszer, ha együtt voltunk, akkor például egy érintőt játszottunk, fociztunk ő telkén. Tehát így rugdostuk, míg az asszonyok beszélgettek, a feleségek. Hát valakinek kultúrát. Némán egy érintőt játszottunk, némán.
és rúgdostuk egymásnak a labdát, és mondtam neki, hogy Tamás, mondtam 89-ben, ez 6 év volt körülbelül, mondtam neki, hogy Tamás, holnap átjössz? Azt mondta, persze, jó. Mondom, akkor hozd a gitárodat is. Azt mondta, jó. Azt hittem, azt mondta, hogy mi? És akkor átjött, és akkor megírtam neki az ő dallamára, ő egy dallamot hozott mindjárt, a Kelet-Európa című számot. Kelet-Európa földnek sója, vén gazemberek játék a szívem. Így kezdődik. És akkor, hogy ő, mikor megvolt, talán az volt, talán egyikünk azt mondta, na lássuk, hogy tudjuk-e még. És akkor ezt megírtam, és akkor jó, akkor tudjuk. Mondom, jó, akkor én a régi nem játszottak közül állítanék össze egy új műsor, ami most, a mostani időkre való. És így. És abból lett az új dalok lemez. Az új dalok lemezemből. Hát az ember ezt úgy fogalmazná egy más összefüggésben, hogy ti fellélegeztetek, és a korábbi görcsök, az első nyilvánosságtól való tartózkodás mind 89-90-ben elpattant, igen. Megérkeztünk, erre vágytunk, ide akartunk tartozni. Halleluja! Jól mondom? Igen, itt van az ágytál, amire vágytál. És ott volt az ágytál, amire vágytál? Nem, hanem már akkor, szóval csináltuk végig, mindegy. Nem kellett olyan palikkal, úgy csináltuk, ahogy akartuk. Na. És egy pár évvel meg belelógott a kezetek az ágytálba, és ráébredtetek, hogy mégse az volt, aminek indult. Ez is az volt, de akkor is csináltuk, és aztán a Tamás meghalt. Így. Szóval egy biztos, hogy az az érzésem volt, hogy azt írok szövegben, amit akarok. És megkóstoltad a szabadságot. És lehetett. És lehetett, de azért lehetett, mert a érdemeinkre, vagy a nem tudom, a közkedveltség, vagy a érdemeinkre való tekintettel azt is elfogadták, érted? És nem volt megtorlás érte, pedig néha a vér megfagyott bennem. Hát, hogyha ilyen közelről láttad. Néhány ember nagyon fölháborodott. Volt is, miért? Hát mondjuk a Demokrácia című opuszra gondolunk. Mindjárt. Egy választás, mert sorsdöntő, mert vissza nem hozható tőled, úgy félek, hogy elrontott-e marha a magyar szavazó. Ilyenek is. Na, ez kell transzparenciát. És ez be is következett? Igen. Aktuálisnak tűnik a mű. Igen. Ez bekövetkezett. És ha ezt gondoltam, hogy és ez bekövetkezett, akkor azt írtam a szövegbe, és amire gondoltam, bekövetkezett. Érted a különbséget? Azt írtam volna. Sőt, írtam is, csak nem tudom, hogy hogyan. És mit szólsz ahhoz, ugye az undergroundból indultatok, hogy mi is a kultusza lett a közös munkátoknak? Bizony. És mit jelent most a csebereményi életmű? Persze, hát azt szerint tájékozódom ma is. Tehát én például most megírom ennek a Magyar Copperfieldnek a folytatását, úgymond, és én a dalokra gondolok, végig gondolom a dalszövegeket, és azt szerint tájékozódom. Tehát nem azokat használom, arra használom, hogy irányjelzőknek, mert arról az emberről írok, aki ezeket írta akkor. Nem jelentkezett senki, hogy neki írjál dalt? Dehogy. Írtam is, pont az említett szünet alatt. Tehát elárultam a Tamást. Azért nem bírtam tovább, írtam Udvaros Dorottyának, meg ilyesmiknek. Básti Cserhalmi, Füranikó. Básti Cserhalmi, mint egy játékból, új gyakorlatként, és akkor közben csináltam egyet. Színházat rendeztem, mindent csináltam. Színdarabot. Meg hidat építettél. Meg filmet építettem, igen. Filmet építettem. Géza, amíg nem folytatod a Copperfieldet, addig gyorsan megkérdezek valamit. Én ugyanis úgy éltem a gyerekkoromat körülbelül 1,5 kilométerre a Teleki tértől, hogy én erről az egészről, amit te olyan érzékletesen és izgalmasan és letehetetlenül megírtál, a világon semmit nem tudtam.
mert nem értél piacnál. Mert nem értem, nekünk inkább a Garai tér lett volna, de hát az egy más dolog. Neked nem volt egy olyan nevelő apád, tudod? Így van. Akinek az apját elakasztották. Igen. És erre kellett gondolnom, amikor láttam, hogy elmebajos. Hát erőszakos halálba fel tudom venni a versenyt, csak nem akarok ebben versenyezni. Ja, akkor, de akkor inkább, azt, inkább a szociográfiáját mondanám a dolognak, hogy ez egy olyan zárványnak tűnik a műved alapján, amivel kívülről nem lehet belátni, csak ha az ember oda megy, vesz valamit, akkor amit megvásároltál, az a tiéd. De ezt a világot nem teszed magadévá azzal, hogy meglátogatod a telekitéri piacot. Nem is értem egyébként, hogy milyen limuzint kibérlünk. Nem is értem egyébként, hogy ennek a világnak milyen a kapcsolata, milyen volt a kapcsolata a külvilághoz. Néha ott írod azt, hogy a fölsőbbség úgy akarja, tehát akkor úgy van. De kik vették körül? Azt a világot? Igen. Józsefvárosiak, abszolút az egy külön emberfajta volt, és piacfelügyelők, és trógerek, ezek már benne vannak a könyvben. A piacfelügyelők meg ilyen társadalmi izéket nem írtam meg. Azt viszont megírtam, annak a helyét elfoglalja, hogy a nagyapám elmeséli nekem 2-3 éves koromban, hogy lőtte le a főhadnagyát. És hihetetlen. És rájöttem, hogy tudod, hogy miért mesélte, mert senkinek nem mesélte. Nem mesélte. És de szerinted ez igaz? Arra gondolt, hogy senki nem fogja elhinni, ha én ezt mondom. Bevallom, bennem is van kételj. Jaj, nem hiszed el. Kihallgatás a vége felé közel. Azért, mert te neked nem meséltek el. Igen. De a Luisa utcában van a nagy. Azt elhiszem, hogy neked be elmesélte. Azt Igen. is elhiszem, amilyen hatást rád tett. Igen. Ez mind rendben van. Tehát, hogy mondjam, művészileg rendben van. Amit elmesélt a nagyapám, azt nem hiszed el? Hogy ő lelőtte a főhadnagyot. De figyelj ide! Hát akkor nem sikerült úgy megírnom, ahogy ő elmesélte. Hát kell írni. Azt úgy írtam le, hogy ő elmesélte. Figyelj! Olyan elhitető ereje volt, hogy én ismertem a villamos elvitt az mellett, a laktanya mellett, ahol ez történt. És ilyen dolgok, nem. Figyelj, akkor nem írtam meg jól. De hát azt írtam meg. Marha jól írtad meg, ne haragudj. Nem. Állati jól írtad. Csak ez egy másik történet. Tele van véletlenekkel és hihetetlen dolgokkal, képtelenségekkel. Tehát én szerintem az akkori világ ilyen volt. Az első világháború utáni életeket, a kommun után, meg minden mi volt, abból kimaradt a nagyapám, de hát a Poznán lógó embereket, a fölakasztott embereket. Az igen. Ezek mind olyan, nem is tudom, olyan véletlen, hogy csak ezt nem lehet, én ezt nem lehet kitalálni. Lehet, hogy azért tűnik hihetetlennek, mert ezt nem írták még meg. Erre kell gondolom. Vagy ha megírták, akkor olyan gyűlölettel és a reakciósok elleni, tudod, a Ployber főhadnagy elleni utálattal írták meg, hogy attól lett rossz irodalom, vagy érted? Vagy... Hát volt rajta mit utálni, azért hát ezt nem mondjuk kétségbe. Írták meg, és te megpróbáltad objektíven megközelíteni a dolgokat. Nem, én ahogy a nagyapám volt. Egyébként egy környéken mozogtunk mi véletlenül érdekes módon. Az apám Mitrabolt ellenőr volt, és a Luisa utca sarkán engem mindig leadott a pultnál, ment csajozni. A piacon. Igen. Nagyapám, és ott volt a standja, úgy, ott egy ilyen görbe út vezetett így, a piacon keresztül, és hogy a standból oda lehetett látni a Luisa utca torkolatára. És ott éltek az emberek, ez eléggé az utca. A 9-es ház, ahol nevelkedtem, az a Luisa utca sarkától az út végéig, a Teleki tér végéig volt még 1, 2, 3 ház, 3 kapu.
és úgy ért véget. A villamos akkor be is kanyarodott ott. És visított. A harmadik azóta is megvan, ott a sarki ház. Bizony, meg is kellett ülni. Nagy emeletes ház. Ahogy a izébe, ahogy mondták a telekítért, de azóta zsidó ház. Onnan jöttek vásárolni. És az egy ilyen emeletes ház volt. De a másik kettő, ami innen a Lúza utca felé volt, az a kettő azok földszintes udvarok voltak. És igen. És apám ablak az udvarra nyírt. Hát lehet, hogy a Lajos ott hol? A kocsmába találkozott a Sanyival. Ott a telekitérre néző izébe házba laktál. Nem, a Lúza utca 27-29-ben. Közel a sarokhoz. Igen. Igen, ott volt az apám. Ja, jó, persze. Igen. Akkor jó, tudom. Ha már megtaláltátok egymást, azért hadd említsek valami. Ő Don felől érkezett. Egy egészen más, hogyha megengeditek. Én megnéztem, hogy milyen sok kitüntetést kaptál. Le van írva minden, kisdíj, stb. Kossuth díj, minden. Egy díjat nem látok ott, az egyik szerintem legfontosabb a számodra, az Európa díjat. Ezt nem jegyezték fel. Mert az nem Európa díj. Hanem a korabeli Európára jellemző, és ez nagyon furcsa időszakba kaptam, azt akkor Félix díjnak hívták. És abban az egy évben adták Félix díjnak. Mert a németek és az angolok, vagy a németek és a franciák, bocsánat. Tehát a németek alapították, és német pénzből lett az Európa díj. És és úgy tervezték, hogy minden évben másik európai országban adják. És a németek adják rá a pénzt, mint később megtudtam. Mert mint gazdag ország, Egyesült Európa, stb. És ez volt a második Európa díj Párizsban. És akkor a franciák Félix díjnak nevezték, mert ők mások akartak lenni, azzal, hogy úgyis mindenki tudja, hogy Európa díj. És aztán pedig, mit tudom én, még hol volt, vagy nem volt máshol, és kész. Megszűnt. Jó, de én úgy tudom, hogy a németek... 89-ben. Tehát az oroszok nélküli Európában volt ez. És még szovjet rendező ült mellettem az első sorban, egy orosz rendező. Szóval miért? Egy átmeneti korszakban volt. De a németek adtak ők saját magukba, Berlinbe 100 000 márkát. Igen. Franciák. De nem tudtuk visszaadni, az a baj. Nem. A franciáknak, és azok lenyerték, és kifizették az írmunkat, a színészeket, és egy hatalmas nagy ízét rendeztek, partit rendeztek. Nem is tudom követni, mert még mindig lihegek a felháborodásban. Nekem nagyon hiányzik az, Géza, hogy legyenek olyan dalszövegek, amiket te írsz, és a mostani időkről szólnak. A vírusról, a migránsokról, lölőről, sok minden másról, és elég sok időt töltöttem az elmúlt egy évben a dalszövegeiddel, és rájöttem, hogy ha nem is konkrétan, de hát nagyon sok dalszöveged a máról szól, és teljesen aktuálisak. Persze. Tehát ha csak a 74-es évet nézzük, hogyha nem azt mondjuk, hogy a 74-es év, hanem azt mondjuk, hogy a 2001-es év, vagy a 2021-es év, amikor ott áll kinn egy árnyék az ajtó előtt, ugye, akkor teljesen értelmezhető akár a vírus helyzetre is. Elfelejtett év, elúsztál, elvitted ágyaidat. Talpon áll a év. Pénztáros asszonyok, gépeit zörgető filléres év. Igen. Nem tudok egy napot sem, nem tudok egyetlen női nevet, pedig napokból állt, és nőket is hozott az az év. Nőket, heteket, hónapot is hozott. Klasszikus, csak pontosan, szépen Géza. Jó, le akartam. Nem, átírta. Volt egy mondatot. Rövidíteni. Mondjad? Csak le akartam rövidíteni, azért mondtam. Igen. Volt egy mondatod nekem, mindjárt mondom, hogy mikor, egész pontosan tudom a dátumot. Kérlek szépen, 2016. második 22-én. Február 22. A New York kávéházban ünnepeltük a születésnapodat. Igen. És én vittem neked egy CD-t, köszönettel, hogy hozzájárultál ahhoz, hogy a parkett ördögét
megcsináljam. Igen. Azt még elmesélném a többieknek, hogy hogy történt ez az egész eset, mert azért az a sztori. Tehát én írtam az Artisiusnak, hogy legyenek szívesek összehozni engem a jogtulajdonossal, Gézával, meg Tamás örököseivel, hogy szeretném ezt megcsinálni, ezt a dalt. Kaptam egy szép hosszú levelet az Artisiustól, amiben az volt leírva, hogy kedves János, nem szükséges engedélyt kérni, hát a könnyű zenébe teljesen természetes, hogy feldolgozzuk a szerzőknek a műveit. Én meg visszaírtam, hogy hát sajnálom, hát én nagyon örültem volna, hogyha kiadás előtt mondjuk a Géza ezt hallja. Óriási csönd, egyszer kapok egy levelet a Thália Színháznak a központi e-mail címéről, a következő volt benne, hozzájárulok, Géza. Igen. Na, emlékszem. Ez azért, ez valamit érdemel, hogy ezt kitaláltam. Mert mindig, mikor jön ez az izé, a hozzájárulási kérem, mindig ezt válaszolom. Na most ezek után a New York kávéházba adtam neked egy CD-t, és azt mondtad nekem, hogy János, nyugodtan a többit is. Persze. Na most ezt én komolyan vettem. Na most neked tetszett, vagy csak udvarias voltál, Géza? Nem emlékszem. Játszol valamit, János? Pár egy picit, mert sztoriba vagyok. Tehát, hogy én nagyon komolyan vettem, olyannyira komolyan vettem, hogy az elmúlt egy évben én 90 percnyit vettem föl a te írásaidból. És a születésnapodra, tehát most kedre, publikáltam is ebből 45 percnyit. Tessék. Van kedved belehallgatni ebbe a sztoriba? Persze. Tehát az volt az én elképzelésem, hogy az lesz a címe az anyagnak, hogy Kösz Géza, hiányzol Tamás. Nem éneklem a dalokat, hanem prózában mondom el, és jazzt teszünk alá. A Tamás dallamaira emlékeztető dolgokat teszünk alá, azért, hogy egy picit a szöveg legyen a fókuszba. Hát majd elmondod, hogy hogy sikerült, meg hogy mi a benyomásod. És végülis így csináltam meg. És így csináltam meg, igen. Két kiváló jazz muzsikus barátom segített benne, Révész Rihárd, meg Susovi Szilárd, egyikük zongorista, másik pedig szaxofonos. Egy feltétellel hallgattam meg, na? Hogyha nem kell utána megmondanom a véleményem. Hogy miért jó. Na, szépen vagyunk. De a megbecsülésemről már előre biztosítalak. Na. Köszönöm szépen. Hangszóron bemondták, a vonatunknak késése van. Pályaudvar, olajszag, néptelen váróterem. Fejed az ölemben, arcod eltakarva alszol. Neonfénysérceg, várjuk a csatlakozást. Fejemből nem megy ki az az évféli váróterem. Te aludtál, én ültem, így vártuk a csatlakozást. Nincs semmi ebben. Mégis sokat jár eszembe. Hogyan ragadtunk le egy évféli pályaudvaron? Thank you.
Mi szépet álmodtál? Kérdezem, mikor felülsz. Nincs válasz. Ásítasz, nyújtózkodsz, nevetsz valamin. Én a kabátom leveszem, majd megint felhúzom, valamit mondok. Aztán te alszol megint. Fejemből nem megy ki az az éjféli váróterem. Te aludtál, én ültem, így vártuk a csatlakozást. Nincs semmi ebben. Mégis sokat jár eszemben, hogyan is vártunk egy távoli csatlakozásra. Nincs semmi ebben. Mégis csak ez jár eszemben. 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 Furcsa már megint, mert ez más műfaj. Úgy értem, hogy más műfaj, hogy valaki elmondja a prózában a helyet, hogy énekelni. Na most ebből rájöttem, hogy ki az a csaj, akiről írtam ezt, és mi. És mikor dalszövegként írtam, nem gondoltam arra, hanem a dallamot követve írtam le, tehát médiuma voltam a zenének. De és most rájöttem, hogy ez tényleg megtörtént velünk, ez a lányjal. Lengyelországban voltunk. A lányjal találkoztam később, szakítottunk, és mentem a, most értem, nem tudom, mi, hogy hívják azt a körutat, a nyugati pályaudvar felől vezetett a Víg Színház felé, azon az oldalon mentem. Szent István mentem, úgy, ahol most az Örkény István könyvesbolt van, azon a tájékon, és naplemente volt, nyár volt, és sütött a víz felől, a Duna felől a nap, úgyhogy bele a pofámba, és mögöttem egy millió ember, és szembe jött egy millió ember a járdán. Ez kettő, igen. Igen, és káprázott a szemem, ők pedig láttak minket, mert ők háttal voltak a napnakra, úgy voltak. És láttam ezt az arccalom alaktalan tömeget, és így fölnyújtva valakinek a szétterpesztett ujjú keze így volt a feje fölött, magasra tartva belőle. És a közelembe érkezett az a valaki, és akkor megláttam, hogy az a lány. És így tartotta még mindig a kezét, és a következőt mondta, odahajolt hozzám, azt mondta, öt unokám van. És tovább ment. Óriás. Géza, milyen 2022-ben Bereményi Gézának lenni Magyarországon? Hát, családos embernek lenni, jó, én családos ember vagyok, nagyon bírom, hogy családos ember vagyok, csodálkozom a fiaimon, kurvára, és kíváncsi vagyok magamra, hogy mit fogok írni. És mit írok? Hát nem tudom. Beszűkültem. Magamba beszűkültem, a környezetemben meg nem tudom én mi. Nem érzem felelősnek magam a világért, de aztán visszagondolva most, hogy ezt kimondtam, rájöttem, hogy előzőleg sem éreztem. Tehát nekem én egy olyan időben nevelkedtem, amikor az embernek nem volt felelőssége a világért. Illetve aki hőbörgött, hogy ő felelős a világért, az egy barom volt.
Köszönjük Géza beavató történeteidet. Kérjük, mindenki olvassa Géza írásait, hallgassa a dalait, nézze a filmjeit, élvezze a színházi rendezéseit. Legközelebb a CES újdonságai kapcsán beszélgettünk a technika ránk gyakorolt hatásairól. Várunk mindenkit ugyanitt, 2 hét múlva, az addig is a viszontlátásra. Shalalala, la 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 la